az iható Magyarországért. Egy igazi kulturális mix, benne minden, ami bor, kultúra, párlat, sör, koktél, kávé, gasztró és mérték. Ez egy igazán fogyasztóbarát műsor Nyulasi Gábriel Istvánnal és vendégeivel. Az iható Magyarországért. Szép napot kívánok, én Nyulasi Gábriel István vagyok, és ez az iható Magyarországért műsora. És nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Szivek Pétert, a Szivek Pincészet egyik tulajdonosát, borászát, a Neszmélyi borvidékről, pontosabban Kesztölcről. Szervusz! Szervusz, üdvözöllek, köszöntöm a hallgatókat! No, hát Szivek Pincél, szívek vannak a borokon, és hát új szlogen is van, szívhez szőlő. Így van, ő a pincének egy új házasítása. Tulajdonképpen egy ilyen nyárias házasítás, kimondottan ebbe a struktúrába próbáltak maga. És te vagy maga. A Péter. Én vagyok a Péter, igen. Tehát egy családi György, borászatról. Meg a Gyula. Így van. Édesapám Gyula, testvérem György, és jó magam Péter. És így családnevünk a szívek, és így maga a logó és a palackóra megjelenik, ez a három darab szív, ez a családot jelképezi. Hát nagyon szépen összejöttek itt a nevek, meg a logó is. A csillagok is úgy álltak össze. Abszolút, és miből áll ez a poharunkban, már itt van a szívhez szőlő 2020-as fehér küvé. Így van, ő egy Riesling szilván és egy cserszegi házasítás. Régóta gondolkodtunk már, hogy házasításokat fogunk elkészíteni. A Riesling szilváni 90%, a cserszegi 10%. Igen, igen. Hát akkor azt mondom, hogy ez egy igazi fröccsbor. Egy ilyen könnyed nyárias, tehát egy ilyen könnyed kis nyári. Alacsonyabb alkohol, egy ilyen könnyedebben fogyasztható. Kis alma, kis fűszer. Van benne egy ilyen kis gyógynövényes vonulat, de nagyon-nagyon kellemes. Ugye ültetvényeink, mi a Neszmélyi borvidéken vagyunk, és az ültetvényeink a Pilis lábánál találhatóak. Tehát tengerszint felett 250 métertől 350 méterig helyezkednek el. Nagyon intenzíven mészköves összes a talaj. Ezáltal a savtartalomba ilyen gazdag maga a terület, úgyhogy hál' Istennek nálunk azért az nem fordul elő, hogy savra szüretelünk. Úgyhogy jó, beérnek az alapanyagok ebből adódóan nálunk. Öreg tőkékkel dolgozunk, tehát ezek 30-40 éves tőkék, amikről szüretelünk. Régebben koncepció volt, hogy ezeket kivágjuk és újra telepítjük, de borászati szempontból ezeket hatalmas nagy értéknek tekintjük, ezeket a tőkéket, hogy ezeknek már gyökérzetelen van igazából a mélységben, és hogyha olyan típusú borokat szeretnék, már pedig ez a cél, ami igazából ezt a pilisi termőhelyet, ezt kesztölci termőhelyet jól megmutatja, ezek a tőkék igazán alkalmasak arra, hogy ezt meg tudjuk mutatni. Hát igen, egy kicsit idősebb tőke az jobban tud reprezentálni. És mi a jó Kesztölcben, és milyen az egész Neszmélyi borvidék? Kicsit kevesebbet hall az ember a Neszmélyi borvidékről, bár van a Nagymogul, a Hilltop, aki szintén onnan születel, de hát van a Hilltop, és akkor hát az emberek lehet, hogy nem tudatosul, hogy a Hilltop borok azok Neszméről jönnek. Hát igen, a Neszmélyi borvidék nem a úgymond a leg top borvidék. Top borvidék, igen, 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 de én azt gondolom, hogy azért a nagy Hilltop mellett azért most már sok apró borászat is kezdi megmutatni igazából az arcát és maga a stílusát, és nagyon szép borok születnek maga a Neszmélyi borvidékről. És nem borversenyeken is szép eredményekkel szerepelnek a borászatok. Tehát akkor egyre jobban megismeri az átlag borfogyasztó a Neszmélyi borvidéket. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ahogy én látom és ahogy ismerem a kollégákat és figyeljük egymás munkáját, azért látható, hogy egyre több helyen jelen vannak a Neszmélyi borvidékről is, több pincétől is a borok országos szinten. A Szívek Pince az mióta is van jelen? Gyakorlatilag 2015-től vagyunk jelen a piacon. A 2013-as évjárat volt, amit először palacba tettünk, és 2014-ben töltöttük le, de gyakorlatilag 2015 az egy aktívabb időszak volt már, amikor így a, úgymond a nagy közönség elé álltunk. Ez egy ilyen kicsit ilyen tudatos formálódás volt, hogy így a birtokméretet összeállítottuk, ugyanakkor a ültetvényeket úgymond sikerült rendbe hozni, illetve már hamarabb 2007 óta már indul gyakorlatilag az ökológiai gazdálkodás is, és ennek a formájával ismerkedünk és építjük ezt a mai napig tovább. Tehát egy viszonylag fiatal pincészet, és tényleg melyik szőlőfajta
a legkedvesebb számodra? Vagy a Neszmélyi borvidék, vagy külön a ti területetek, az mely szőlőfajtára van leginkább beállítva? Hogy véled ezt? A Kesztyörci borvidék én szerintem, tehát nyilván a könnyedebb, illatosabb fajták is megtalálhatóak, de a nagyobb testű fehér fajták is jelen vannak, de én azt gondolom, hogy Neszmélyi borvidéken belül Kesztyörcön talán egy picit ez a Chardonnay stílusú bor az, ami, vagy szőlő az, ami nagyon izgalmas dolgokat tud mutatni. Maga a mi pincénknél, mint a szívek pincénél, én azt gondolom, hogy a zöld veltelini az, amire részben úgymond a legbüszkébbek vagyunk. A borvidéken belül egy nagyon kevés területen található meg ez a fajta. Nálunk ez a fajta tulajdonképpen a legfőső tereszon helyezkedik el közvetlenül a sziklák lábánál, egy nagyon kiváló adottságú területen. És ebből én úgy érzem egyébként, hogy nagyon jó stílusú borokat lehet készíteni, így is született meg régebben a zöldveltény trilógia. Igen, egy érdekes kezdeményezés ez részletekről, de ne szaladjunk előre a szívek trilógiából, majd kóstolunk a második részben, viszont itt van előttünk egy 2017-es Pilis küvé. Így van. Ő a Bicének az első házasítása, 2017-ben készült ez a Pilis küvé. A döntő része a tételnek 60%-a a szürkebarát és sárdonai fajtákból áll össze. Zöldveltén nincs benne? Nem, tudatosan nincs benne zöldveltén, igen. Ezek finom seprűn tartott tételek, és a fennmaradt 40%-a az pedig Riesling szilván és cserszegi fűszeres, hogy ne legyen oly nehéz a bor, de egy méltóság, egy súlya rendelkező bor legyen, mind a pilisi mészkövekre így jól rámutató, reflektáló típusú bor. Igen, van némi ásványosság, én nagyon érdekes, ilyen zöldfűszeres vonulatot érzek ki most belőle. Látszik, hogy azért van teste, szépen be van hűtve a bor. Kesztyörci borvidéken, amit említettem a mészköveknek köszönhetően, én azt gondolom, hogy olyan, tehát az érleltebb fehér borokban igazából jobb ez a termőterület. Tehát a savakból, az alkoholba adódóan évek kellenek a fehér boroknak is, még igazából szépen lekerekedik. Mennyit adsz ennek a bornak még? Most érződik, hogy teljesen jó formában van. Szerinted ez a 2017-es bor meddig lesz még top font? Hát azért nem gondolnám, hogy még 5 évig, de még egy-két évet pár még azt gondolom, még kihúz. Még kihúz, így van. Ezeket folyamatosan vizsgálgatom, tehát igen. Évjáratokból mindig teszünk el. Fektetünk és kóstolgatjuk, hogy egyébként hogy viselkednek. Évjáratokon belül is, tehát hogy adott évjárati hatásokat. És hát most vagytok arculatváltásban. Hogy értékeled az arculatváltásokat? Én nagyon izgalmasnak gondolom egyébként maga ezt az egész arculatváltást. Egy nagyon nehéz dolog. Tehát amikor mi elindultunk, ugye az volt a koncepció, hogy maga ez a szívek, maga a pincének a logóját kommunikáljuk. A címkénken is próbáltuk ezt úgy megjeleníteni, hogy önmagában igazából a logó domináljon. Tehát, hogy azért is ilyen letisztultabbak úgymond maga a címkék. De most már így ez a 5-6 év távlatából úgy éreztük, hogy szükségünk van egy kicsit megújulni. Egy megújulásra. Igen, egy picit más stílusba. Illetve ugye organikus módon gazdálkodunk, tehát most már 3,5 hektár az, ami hivatalosan átállt ökológiai ültetvény, amit a Biokontroll Hungária ellenőriz. Tehát akkor ezt már biónak mondható, vagy még biónak nem? Gyakorlatilag organikusan műveljük az összes szőlőnket. Ennek van egy ilyen hivatalos formája, gyakorlatilag egy évek kell, hogy elteljenek, hogy meg is kapja a minősítést. De 2-3 év? A szőlőnek 3 év kell egyébként, amíg van egy átállási időszak, és utána kaphatja meg maga a bor is, illetve az új arculatban már meg fog jelenni minden címkén, ez úgynevezett, ez a kis pilis organik felirat, ami igazából ez a mi szellemiségünket, ami tükröz. Tehát tulajdonképpen ti találtátok ki, tulajdonképpen de lehet, hogy más pincészetek is majd átveszik? Tehát, hogy ez lehet egy ilyen kezdeményezés, hogy nem gondolnám, tehát ez a maga pilisi termőhely, tehát a Neszmélyi borvidék döntő pincéi nem a Pilisben találhatóak. Tehát, hogy mi egy kicsit ilyen, én úgy szoktam fogalmazni, hogy a borászokkal úgy szoktunk hülyeskedni, hogy még én egy kicsit olyan remete vagyok itt a Pilisben a többiekhez képest, akik a Kerecsén dolgoznak. Ez a Pilis organik, ez inkább az önmagunk kifejezése, vagy inkább az önmagunk szemléltetése, ahogy mi dolgozunk. Tehát az egész ültetvényeinket nem használunk gyomírtószert például, nem használunk ragolőszert, és felszívódó növényvédő szereket, és próbálunk ebbe a szellemiségbe működni. De ez mellett ugyanakkor még azért, tehát megmaradtunk úgymond
ez a hagyományos falusi családként, tehát állatokat tartunk, most már van egy kis gyógynövénykertünk, amit közösen művelünk, úgymond. Igen, hát ebben is némi zsáját érzek. Egyébként vicces, mert maga a legfősebb ültetvényünk, ahol a teraszunk van, illetve a rendezvényeink, ahol zajlanak, oda kísérletképpen már ültettünk kakukkfőt és zsáját, és nagyon jó tapasztalatok vannak vele, vadriasztó tekintetében. Tehát. És lehet, hogy kicsit a szöllőbe is átmegy valami. Lehetséges, igen. Lehetséges. No, hát foglalkozunk tovább a szívekpincészettel, Szívek Péter bemutatja még a további borait, a szünet után nem menjetek nagyon messzire. Már vissza is jöttünk a szünetről, én Julasi Gábré István vagyok, ez az Iató Magyarországért műsora, és itt van velem a stúdióban Szívek Péter, a Szívek Pincészet tulajdonos borásza. Szervusz! Szervusz, üdvözöllek! No, hát már a poharunkban itt van egy szívhez szőlő bor, ami a ti borotok, a Szívek Pincészeté, vagy pincé, hogy pincészet az? Pince, én jobban szeretem pincé. Igen, az igen. Egyszerű. Igen, családi esetben. Egyszerű, organikus szemlélet, széles mosoly, ez a szlogen, és most sokkal erősebbnek érzem ezt a bort, mint kóstoltam legutóbb a Rozálián, és ott egy kicsit olyan visszahúzódó volt. Most jobban kijön, egy ilyen kis édeskés beízelgő illat jön belőle. Mi úgy készítjük a rozét, hogy nem technológiai születeljük a szőlőt, hanem megvárjuk, míg vörösbor alapanyagnak beérik maga a szőlő, és így készítünk belőle rozét, egy hagyományos feldolgozás, egy hagyományos gravitációs mustülepítés. Után történik meg maga az erjedés, utána egy ilyen, hát nagyságrendileg egy ilyen 2,5-4 hónapos finom seprűn tartás következik, és utána... Tehát ez a Zweigelt? Ő a Zweigelt, igen, tiszta Zweigelt fajtára. 100% Zweigeltből készült, 2020-as bor. 2020-as. Ő már hivatalosan... Tehát ő is a Pilisben készült? Persze, igen, egy hektáros ültetvényünk van belőle, ő is több mint 30 éves ültetvény, és ő már járt át ökológiai ültetvény, tehát a címke hátulján megtalálható már maga. Nagyon szép, tiszta és elegáns, tehát tényleg nem az a rozé, ami savanyú cukros, tutti frutti is kirobban a pohárból. Kimondottan próbálom is ebbe a stílusba készíteni. Egy nagyon szép, elegáns, hosszú. Sok visszajelzés alapján azt kapom meg mindig erre a rozéra, hogy ez egy gasztrosabb típusú. Abszolút, tehát ételekhez is jobban működik, és én azt mondom, hogy fröccsnek is teljesen jó. Elbírja a szódát. Jó a savkészlete. Nagyon-nagyon kellemes, és hát nem titkoljuk, hogy ez a bor ott lesz szeptember 9-én. Tehát ez a rozé, szívhez szőlő, a szeptember 9-i őszi bormozin, majdnem rozé bormozin mondtam, mert rozé bormozin is szokott lenni, tehát szeptember 9 bormozi egy fantasztikus filmmel, az a férfi, aki szerette a nőket, a Vino Pianóban tartjuk, ahogy szoktuk, és hát el tudjátok írni a Facebookon az eseményt, aki szeretne rá jelentkezni. És hát milyen az eddigi évjárat? Én nagyon optimista vagyok egyébként. Mindig óvatosan szoktam ezzel kapcsolatban nyilatkozni. Mondjuk még most hogy, augusztus végét írunk. De nagyon szépek voltak a szőlők egész évben. A májusi eső az nagyon jót tett a szőlőnek. Volt egy tavaszi, úgymond egy ilyen késése maga a szőlőnek. Tehát hűvös volt egy picit a tavaszunk. De a májusi elsők után egy jó kellemes meleg időszak után nagyon szépen megindultak maga a szőlők, és összességében azt mondható, hogy növényvédelmi szempontból is azt gondolom, hogy egy ilyen nem volt egy nehéz évjárat igazából, tehát szép egészségesek a szőlők tulajdonképpen mindenfajtát tekintve. Tehát egyik kiegyensúlyozott volt az esztendő, mondjuk reméljük, hogy nem fog szeptemberben megnyílni az Armageddon is. Így van, és nem szakad le 160 mm-es meg stb. Ebben azért bízunk. Én örülök is neki most egy picit, most így a napokban egy picit így lehűlt az idő, mert azt gondolom a szőlőnek jobb egy picit, ha egy picit komoltosabban, lassabban érik, és nem pedig egy ilyen kényszerérésű kis hajtóvadászatos. És hát az organikus szemlélet rá van írva a címkére, a széles mosoly, tehát ti vidámságra, vidámkodásra hajlamos emberek vagytok, és hát van egy óriási tréfátok, ami egy fantasztikus rendezvény,
az Agro Wellness. Hogy sikerült idén az Agro Wellness? Úgy láttam, hogy augusztus elején volt. Igen, igen. Nagyon jól sikerült ismét, hál' Istennek. Nagyon hamar megtelt a létszám. Te is agrojógáztál egyet? Én kimondottan nem tudok sajnos észlelni, én a borokkal foglalkozok már előtte. Ez egy délelőtt kezdődő program, tehát ez egy 11-kor kezdődik egy órás jógával, utána van egy ilyen különleges teázás. Van egy agro-nordic walk. Igen, van egy kis kellemes túra maga a szőlőtetvénybe. Utána egy kis könnyed leves, visszajön a csapat, és gyakorlatilag onnantól fogom már finoman kóstolgatjuk a borokat. Ott az egyik medence, a két fadézsa, egyikbe rózsaszínbor, a másikba... Szorosan vett Agro Wellness. Így van. A hintaágyak, a hintaszékek, a hinták, a napernyők, minden ott van, és gyakorlatilag mindenki jól érzi. És az Agro Sense, után jön az Agro Night. Így van. Agro az pedig Night, a fülbe fekvés, a hullócsillagokkal egyetembe. Mindenki már jól érzi magát, remélhetőleg. Aki nem még... szokott probléma lenni egyébként. Ezt gondolom, ez a rendezvény nagyon gyorsan betelik. Igen, tehát ezt egy maximum 40 főnél meg szoktuk húzni a határt, hogy azért maga... Ez lehetne belőle többet is tartani, nem? Hát azért azt tudni kell maga a helyszínről, hogy ez gyakorlatilag benn van az ültetvény legmagasabb pontján. Tehát gyakorlatilag se víz, se villany, nincs ott mindent föl kell oda vinnünk, és ez egy elég... Hát ugye azért ez elég kimerítő kis felkészülés maga a rendezvényre. Na és most közben kóstolunk egy kis a ZV triológiának. Igen, ő egy 2017-es évjelatú zöldbeltenéni. Tehát amiről beszéltünk az előző így van. Részben. Maga a triológiának gyakorlatilag az a koncepciója tulajdonképpen, hogy én nagyon szeretem maga a zöldbeltenén fajtát. Ezen a területen azt gondolom, hogy nagyon szépeket is tud mutatni, és 2015-ben nem trilógiának indult, hanem egy ilyen kísérletnek maga ez a zöld veltenény, a terasznak az alját, a közepét, a tetejét különböző időpontokba, különböző élelési stílusokba készítettük el. Így született meg maga ez a zöld veltenény, már trilógia egyébként, mm-hmm. mert több tétel készült, tehát igazából ötféle változata. Hány trilógia készült? Eddig kettő készült összesen. Kettő 2017-ben és? 15-ben, igen. 17-ben 5 tétel készült a trilógiából, de mondhatásom, már húzzak el a jó fenébe, tehát hogy azért ennyit nem. Mert túl sok a jóból. Így van. A trilógia első része, ez a terasznak az alsó része, az egy ilyen könnyedebb, nyárjasabb stílusú tétel. A terasznak a közepe egy október elejé szület, az egy minerálisabb, egy tipikusabban zöldveltelénének mondanám. A hármas az pedig egy ilyen október végén születelt, egy ilyen kicsit egy ilyen túlérett tónusú, de egy ilyen hordozott, tehát tudatosan nem késői születésű, de egy ilyen mélyebb, magasabb alkoholú, a zöld veltelének picit egy ilyen extrémebb arcát mutató. Igen, abszolút, tehát ezt a hármast kóstolgatjuk most, és hogy beleszagoltam, tehát egy kicsit ilyen füllett erotika volt, kicsit ki is kellett szellőztetni. Így van. Mint maga a zöld veltelén trilógia, ugye, egységesen van lepalackozva tulajdonképpen. Én azért szívem szerint a hármast azért lehetséges, hogy parafával inkább hasznosabb lenni, lezárni. Igen, mert maga ez a hordósága, maga a hordós érülése. Igen, akkor jobban tudna lélegezni egy kicsit. Igen. Igen, meg nem tudom, szóval jó, persze most már komoly borokat is raknak csavarzárba, de valahol még mindig az emberek nagy részében az van, hogy a csavarzár az a könnyed, friss, fiatalos boroknak az ismérve, és hát a dugózott borok azok, amelyek a hosszabb eltarthatóságot és a nagyobb testűek, nagyobb testet, igen, azt jelenítik meg. Ugye ez a tétel október végén születeltük, teljes egészében egészültősen préseltük ki, 4 darab 400 literes kádárhenger is hordóba, másodtöltésű és harmadtöltésű hordókba erjedtek hozzáadott élesztő nélkül, tehát teljesen spontán, utána még hordóba, még 4-5 hónapot töltöttek el finomseprűn, és utána került maga a palacba. Hát igen, egy nagyon intenzív... Egy 14 és feles alkohol, már, tehát... Hogy szépen palackéret, palackbukés ott van. 3 van, maradék cukor van benne, és ez az alkohol, ez a cukor, ez szépen így ki teljesíti. Igen, nagyon szépen balanszírozza. Tehát ez tényleg egy ilyen összetett, egy ilyen már nagyobb fehérnek is mondható, tényleg egy több rétegű, komplex kis borocska ez a 17-es ZV triológia. És tényleg most föl szoktam tenni a kérdést a borászoknak, láttad-e már az új bortörvényt? Hallottam róla, de nem olvastam. Borász, aki nem látta a bortörvényt,
Az igazság, hogy eddig megkérdeztem három borászt, hát háromból három nem nagyon szagolt még hozzá. Nem érünk rá, és, hát itt a szüret. Hát itt a szüret, érted, és akkor vannak borászok, akik ekézik a borszak sajtót, hogy hát nem nagyon írtak róla. Hát most a borászokat sem nagyon érdekli egyelőre. Nagyon el vagyunk foglalva a szürettel, de Gábi, akkor itt egy feladat, amit ki kéne teljesíteni a borász szakma irányába. Hát majd valamit majd írunk róla, gyűjtöm már a muníciót hozzá, de hát kóstoljuk meg még ezt az érdekes bazilika esztergom. Ez egy édesbor. Így van. Ez egy kis záró tételünk. Így van, ő egy 2018-as évjáratú, egy fehér édesbor, tulajdonképpen, ami egy aszú technológiával készült édesbor. Tehát egy pirisi aszú. Gyakorlatilag igen, nyilván ezt mondhatjuk, de hát nem lehet ráírni ilyesmit. Nem lehet ráírni. Ezt tulajdonképpen mondhatnám úgy is, hogy egy egyszerű és talán lehet, hogy megismételhetetlen tétel lesz, mert 2018-ban nagyon korán volt maga a szüret, és a zöld beletoni, dehogy is, a Riesling szilvári fajtát elkezdtük szüretelni, és ott hagytuk maga a tőkén, és egyszerűen tovább haladtunk. És ahogy visszamentünk egy hónap múlva, szeptember közepén, akkor vettük észre, hogy egy ilyen völgyesebb részben teljesen betöppett és be is botritizálódott maga a szőlő, úgyhogy külön leszületeltük maga az aszuszemeket, és a fennmaradt épp bogyóknak a mustjába ezeket aszuszemeket beáztattuk. Tehát nagyon szép mazsolás illat. Abszolút. Akár egy késői szület aszú jellegű. Tehát vakon kóstolnám, akkor kicsit nehezen is tudnám hova rakni. Vagy akár fajtát meghatározni. És fajtát meghatározni, tényleg nagyon szép. Kicsit talán a lecsengés nem olyan hosszú. Lehetséges, igen. De egy nagyon szép édesbor. Gratulálok hozzá. Örülök, hogyha ízlik. No, hát lassan a műsorunk végére érünk, úgyhogy ilyenkor mindig kérek egy kis záró mondatot a vendégemtől. Akkor mondja? Akkor mondja. Organikus szemlélet, széles mosoly. Hát ez végig is mindent kifejez. Én pedig azt mondanám, hogy ígyatok jó borokat, az ígyatok Magyarországért voltunk, és szeptember 9-én lehet, hogy valaki eljut, lehet, hogy nem, de lesz egy jó kis őszi bormozink, ahol szívek borokat is lehet, bort lehet kóstolni, méghozzá a szívhez szőlő rozét. Sziasztok! Sziasztok!